Sajnos a cigányok gyerekeknek a szülei sokszor butábbak, mint a gyerekek. Tehát még azt sem tudják nekik megtanítani, hogy talán hogyan kell írni és olvasni. Ha arra kerül sor, akkor inkább vegyék el a gyereket attól a családtól, mert csak rossz példa, nyilván abból a gyerekből se lesz semmi. A cigányok nincsenek egy szinten a teljes mértékben a magyarokkal, nyilván nem származásilag, hanem tudásilag. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a vlogomban. Amikor ebbe az egészbe belevágtam, és úgy döntöttem, hogy megpróbálok ennek a műfajnak a segítségével minél több emberhez eljutni, akkor az egyik téma, amivel mindenképpen foglalkozni szerettem volna, az a magyar cigány együttélés kérdése volt, és az volt az eltökélt szándékom, és az az eltökélt szándékom most is, hogy olyan embereket, olyan közösségeket, olyan ügyeket mutassak be, amelyek ebben a témában pozitív, előremutató hatással bírnak. Föl is került még a legelején egy olyan videó, ahol Eger környékén dolgoztam egy olyan kis brigáddal, amik főképpen cigány embereket foglalkoztattak, cigány emberek dolgoztak együtt, és hát ennek a videónak az utó élete során nagyon sok levelet megkeresést kaptam, és érkezett egy levél, amelyben Horváth Lucián, egy fiatal hallgató megkeresett engem, és hát olyan levelet írt, amiről én úgy éreztem, hogy ezt nem szabad annyiba adni, és meg kell ismernem ezt az embert, és ez a fiatal ember ma itt ül velem ezen a beszélgetésen, és az első kérdésem, ugye te félig roma, félig magyar származású vagy, ha jól tudom, édesapád cigány származású, édesanyád pedig magyar származású. Az lenne az első kérdésem hozzád, hogy az én nevemmel, az egykori Jobbik elnökének a nevével nagyon sok cigány gyereket még talán a mai napig is ijesztgetnek. Hogyan gondoltad, hogy megkeresel engem, vagy mi vett rá téged arra, hogy írj nekem egy levelet, és hogy most itt üljünk és beszélgessünk? Hát megmondom őszintén, hogy ezért eleinte maga, mint a Vóda Gábor személyiség, nyilván nem volt nekem sem szimpatikus, engem is riogattak kiskoromban nyilván. Riogattak? Igen. De mit mondtak, hogyha nem lesz meg a házi feladat, akkor jön a Vóda Gábor? Nem, hát amikor néztük a híreket, és akkor ment a Magyar Gárda, amikor kivonultak falukba, és akkor apukám mondta, hogy hát igen, hogyha majd a Jobbik esetleg valaha is kormányra kerül, akkor a cigányoknak ez egy rossz dolog lesz. És én is féltem attól, hogy... Mit éreztél? Hát, milyen félelmet? Hát, milyen idős tartottam volt? Attól, hogy nehogy majd a szüleimnek bármi baja essen valaha, vagy akár nekem. Aha. És milyen idős voltál? Általános iskolás lehet? Hát gondolom? Még kicsi voltam, körülbelül 10 éves maximum, vagy a körültájt. És akkor volt benned egy félelem ezzel kapcsolatban. Pontosan. Hát, ez most úgy tűnik, hogy megváltozott, hiszen most itt ülünk és beszélgetünk. Most hát igen, hát egy ideje azért már én, mióta úgymond felnőtt vagyok, figyelem a politikát, nyilván voltak olyan dolgok, amikkel nem értettem egyet, voltak, amikkel együtt értettem, és hát mostanában, ahogy nézem az ön vlogját, nagyon szimpatikus volt pont ez az adás. Bocsánat, csak tegeződjünk nyugodtan. Akkor a vlogodat, és nagyon szimpatikus volt, gondolkodtam is rajta, hogy hát azért erre reagálni kellene, és hát végül reagáltam is, és tetszett. És meglepett az, amikor visszareagáltam, és mondtam, hogy üljük le? Hát megmondom őszintén, igen, meglepett. Tehát azért ez nem mindennapi dolog, amikor látom a telefonomat, hogy az értesítés között, hogy Vóna Gábor. Beszéljük akkor egy picit arról, itt a legelején, hogy ki is vagy te valójában. Hiszen azt ugye már a legelején elmondtam, hogy félig cigány, félig magyar származású vagy. Mesélj picit a szüleidről, hogy honnan származol, hol éltetek, hogy telt a gyermekkorod? Hát igazából Jászapátiról származom, ugye apukám roma származású, nagyon szegény családban nőtt fel, anyukám egyébként ugye magyar származású, és ő viszont egy értelmiségi családból származik, a nagyszüleim azok tanárok voltak. És hogy ismerkedtek meg ők, ha szabad ilyen családi történeteket kérdezni? Hát anyukám Jászent Andrási származású, az ott van Jászapátitól körülbelül 10 kilométerre, és apukám sűrű járt arra, igazából volt ott egy üzlettársa, úgy gondolom, és akkor ott ismerkedtek meg. Viszont azt meg kell hagyni, hogy Jászent Andráson, hát a cigányokat nem olyan szinten fogadják el, mondjuk, mint más helyeken, mondjuk úgy. És hát alapjáraton ott is volt már egy ilyen konfliktus. Volt az édesapád és édesanyád házasságát illetően mondjuk a anyukád ágáról, családjai részéről neheztelés, hogy mondjuk egy cigány ember lesz a férje? Hát eleinte nyilván fura volt, de amint megismerték az édesapámat, igazából a nagyszüleim mindenki
kiállt mellette, tehát... Tehát befogadták meg. Igen, igen, a faluban egyébként nagyon sok támadás érte őket, hogy hát hogy befogadtak egy cigányt a családba, de mindig kiálltak mellette, hogy először ismerjék meg, jöjjenek rá arra, hogy milyen ember, és hogyha rájönnek arra, hogy milyen ember, már pedig nem rossz ember, és úgy is úgy gondolják, akkor ítélkezzenek. És nyilván nagyon sok embernek meg is változott és a véleménye. Neked erről beszéltek gyermekkorodban, erről a helyzetről, hogy ennek voltak, vagy voltak ilyen ellenérzések, vagy erről úgy nem beszéltek előtted, vagy előttetek? Hát igazából konkrétan nekem fiatalkoromban annyira nem volt ez érintett, tehát nem nagyon kaptam ezeket a cigányozásokat, igazából nem is éreztem nagyon sokáig. Hát ugye elköltöztünk Jászapátira, igazából én ott laktam, és általános iskolában soha nem ért egyáltalán semmilyen támadást, tehát nem is éreztették velem soha azt, hogy én mondjuk cigány vagyok. De tényleg egyébként itt álljunk meg, mert ez egy fontos kérdés szerintem, hogy te magadat minek vallod, vagy a te identitásod az pontosan mi? Hát én úgy gondolom, hogy mivel félig cigány és félig magyar vagyok, tehát úgymond vagyok mind a kettő. Én nem tagadom azt sem. Mind a kettőt fölvállalom, persze. Tehát most úgy gondolom, hogy ha letagadnám a cigányságomat, vagy nem vállalnám fel, az olyan lenne, mintha a saját apámat tagadnám le, márpedig én az apámat tisztelem, egy nagyon jó embernek tartom, miért kellene letagadni? Nyilván én nem tartom azt negatív dolognak, hogy félig cigány vagyok. Tudsz olyanról egyébként, vagy mennyire jellemző az, hogy olyanok, akik hasonló helyzetben vannak, mint te, hasonló családi eredetük van, általában úgy vannak vele, mint te, hogy fölvállalják mind a kettőt, vagy valamelyiket próbálják megtagadni, vagy letagadni, vagy elrejteni? Mi ebben a általános? Hát megmondom őszintén, hogy a tapasztalataim az nagyon sokszor az, hogy sokan letagadják egyébként, tehát nem mondják el azt, hogy cigány. Nekem volt olyan, akitől megkérdeztem, és igazából én láttam rajta, hogy nyilván nem teljesen magyar, és sokan mondták azt, hogy már pedig ők magyarok. És téged mondjuk az osztálytársaid az általános iskolában, mert az, hogy te mit érzel, az egy dolog, de az osztálytársaid hogyan kezeltek, hogy érzed? Tehát mondjuk a magyar osztálytársaid számára te magyar voltál, vagy cigány, és a cigány osztálytársaid számára magyar voltál, vagy cigány, tehát hogyan álltak hozzád ilyen szempontból? Hát általános iskolában igazából vagy ez nem számított? Nem számított egyáltalán, kicsik voltunk, még fel se fogtuk szerintem ezt. Utána, ahogy középiskolába átkerültem, ott nekem egy ilyen nagyon nagy csalódás volt, mert tényleg jöttek azok, hogy amikor igazából az volt a fura érzés, amikor az osztálytársaim más cigányokról beszéltek, és ugye hallottam azt, hogy retkes cigány, ilyen cigány, olyan cigány, és hát nem is az, hogy magamra vettem, de mégis rossz érzés volt. Egyébként az osztálytársaim között az, hogy most valaki cigány volt, vagy magyar, nem volt különösebb probléma. Tehát ugyanúgy jól kijöttem a cigány osztálytársaimmal is, és ugyanúgy kijöttem a magyarokkal is. Uh-huh. És amikor te ezeket hallottad, ezeket a beszélgetéseket az osztálytársaid részéről, akkor te mit éreztél? Szégyelted, hogy te félig cigány származású vagy, vagy egy ilyen dacot váltott ki belőled, hogy na akkor én csak azért is megmutatom, hogy ez nem így van. Mit éreztél? Hát igazából nagy fájdalmat éreztem. Fájdalmat? Igen, igen. Nem akartam azt, hogy most hangsúlyozom azt, hogy hát miért mondjátok ezt, vagy hogy miért kell cigányozni, mert úgy voltam vele, hogy fölösleges körök lettek volna. Egy fiatal gyereknek azt, amit a szüleitől látott előtte, azt nem lehet igazából olyan könnyen megváltoztatni, hogy most azt mondom, hogy figyelj ide, te most ne cigányozzál, és akkor ezt most fejezd be, ezt mert ez nem így van. A szüleitől hallották ezek, akik ezt mondták? Hát szerintem leginkább azt, hogy ilyen szinten a cigányoknak ne kiessenek, azt valószínűleg tőlük. Tehát nyilván biztos, hogy megvan a véleményük a cigányokról. Mit érzel egyébként, amikor mondjuk ilyen konfliktusoknak vagy a fültanúja vagy szemtanúja? Tehát mondjuk például mit érzel akkor, amikor mondjuk magyar emberek, mondjuk cigányembert bántanak azért, mert cigány? Hát hatalmas fájdalmat érzek, mert szerintem nem azért kellene bántani mondjuk egy embert, sőt egyébként nem is kellene bántani, mert mondjuk cigány. Tehát a magyarnak milyen érzés lenne az, hogyha azért bántanák őket, mert magyar? Ezt akartam kérdezni, és mit érzel akkor, amikor magyar embert azért bántanak, mert magyar? Mert ilyenre is van. Ugyanilyen fájdalmat érzek. Tehát hogy te benned ilyen értem mind a kettő... Én ezt nagyon megvettem, igen. Téged ér sérelem ilyen? Pontosan. Szerintem adjuk meg az esélyt a cigányoknak, ugyanúgy a magyaroknak is, és hogyha bizonyított, akkor utána ítélkezzünk, és hogyha kiderül mondjuk a cigányról, hogy jó ember, akkor nem mondjuk rá, hogy rossz, mert cigány,
De egyébként kiderült ugyanúgy a magyarról is, attól függetlenül, hogy magyar, hogy akár lehet rossz ember is. Tehát, van szerinted fajgyűlölet így a mai magyar társadalom, mondjuk a például van-e fajgyűlölet, hadd kérdezem fordítva, van-e fajgyűlölet mondjuk a cigány emberekben a magyarok iránt? Szerintem egyébként a magyar emberekben nagyobb a fajgyűlölet, mint a cigányokban, de szerintem mivel folyamatos bántás megy a cigányok felé, ezért a cigányokban is van egy ilyen fajta dolog. De szerintem ennek inkább az a legfontosabb oka, hogy folyamatosan cigányozzák őket, folyamatosan lenézik őket, és hát valamilyen szinten védekeznek. Uh-huh. Ezt így látom. Térjünk vissza egy picit az iskolás évekre, hogy mondtad, hogy az osztálytársaid, középiskolában az osztálytársaid részéről volt az első ilyen élményed. Mit tapasztaltál a tanárok részéről? Akár általános, akár középiskolában éreztél bármilyet, amikor veled akár jobban, akár rosszabbul bántak a származásod miatt? Szerencsére ilyen téren nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert általános iskolában az egyik legjobb barátomnak volt az anyukája az osztályfőnököm, tehát egyáltalán nem éreztem semmiet. Később a középiskolában meg hát látták rajtam azt, hogy nem vagyok az a tipikus olyan, mint a többi, hanem... Ezzel mit értesz, hogy olyan, mint a többi? Hát igazából én mindig próbáltam csöndes lenni, próbáltam viselkedni az órákon, nem voltam az a tipikus középpontos srác, aki most megmutatja azt, hogy most ő a valaki az osztályban, hanem próbáltam mindig szerényen és úgy hozzáállni a dolgokhoz, ahogy kell. És szerintem ezt a tanárok ezt észrevették, és később, mondjuk az érettségi után volt is erről szó, hogy ők egy pozitív csalódásként éltek meg, úgymond engem. De hogy azt mondod, hogy pozitív csalódásként, akkor ezzel valahol te is azt mondod ki, hogy nagyon sok olyan példa van sajnos, amikor mondjuk cigány gyerekekkel kapcsolatban nem nagyon tudnak mit kezdeni a tanárok mondjuk a fegyelmezésükben, vagy szerinted is van ilyen probléma? Persze, ez egyértelmű. Ez miből fakad? Szerintem ez abból fakad leginkább, hogy azok a cigány gyerekek, akik elmennek iskolában, nyilván ugyanazt tanulják, mint a magyarok, persze, de amikor ők hazamennek, akkor otthon nem azt látják, mint a magyar gyerekek. Sajnos a cigányok gyerekeknek a szülei sokszor butábbak, mint a gyerekek. Tehát még azt sem tudják nekik megtanítani, hogy talán hogyan kell írni és olvasni. Tehát a legfőbb probléma... Otthon nem tudnak ezáltal foglalkozni velük. Ez szerintem több generációs probléma, hogy fogalmuk sincs a szülőknek arról, hogy egyáltalán hogyan kell egy gyereket nevelni. És ez nem csak az én korosztálybelim cigánytársaimnak mondjuk a szülei, hanem egyébként még nekik a szüleik is. Tehát 3 vagy 4 generációra teljesen tanulatlanok a cigányok, sajnos. Szerinted ezzel egyébként mit lehet kezdeni? Nagyon a szülőket már nem lehet megtanítani bizonyos kor fölött arra, hát egy idő után nyilván nem, de azért valami szinten... A gyerekeikkel szinten... hogyan lehetne, hogy lehetne a gyerekeiket ebből a helyzetből kimenteni? Hát szerintem ami legfontosabb, azt, hogy a gyerekek ne azt lássák mindig azt, hogy ami otthon van, az az igazi, az a normális. Tehát hogyha arra kerül sor, akkor inkább vegyék el a gyereket attól a családtól, mert csak rossz példa, nyilván abból a gyerekből se lesz semmi. Tehát, de hogy érzed egyébként, hogyha te mondjuk egy ilyen családba kerültél volna? Tehát nem abban a családban, ami nőttél volna fel, amiben fölnéttél, hanem mondjuk egy olyan cigány családba kerültél volna, ahol ez a helyzet áll elő, amiről az előbb is beszéltél, akkor mi lett volna? Akkor mi lenne szerintem valószínűleg én is olyan lennék, mint a többi cigány. Tehát nyilván a gyerek legtöbbször azt veszi fel, amit a szülőktől tanult, vagy amit lát. És úgy gondolom, hogy ameddig a gyerekek tényleg azt látják otthon, hogy az a normális, hogy nem kell dolgozni, szüljék a gyerekeket folyamatosan, tehát sajnos az én velem egykorú cigányoknak már valakinek 3 gyereke van. Milyen idős vagy? Én vagyok 22 éves. 22 éves. Tehát ez hatalmas probléma, és úgy gondolom, hogy azok az emberek, akiknek egyébként feladatuk lenne az, hogy a cigányokon segítsenek, vagy felzárkóztassák őket, mert nem mindig a segítség a legjobb megoldás, felzárkóztatni, ők nem úgy végzik a dolgokat, ahogy kellene, mert úgy gondolom, hogy ha úgy végeznék a dolgokat, akkor már rég nem itt tartanánk. Tehát nagyon sokan vannak a politikában, nagyon sokan vannak például, mint cigány önkormányzati vezetők, vagy cigánypárti vezetők, és akkor ők inkább csak a saját családjuknak segítenek. Vagy nem is az a fő cél, hogy segítsenek, hanem igazából a pénz. És szerintem nincs egy olyan ember mondjuk a cigányok közül, jelenleg, akire azt lehetne mondani, mondjuk közéleti személyiség, hogy na ő igen, ő kiáll a cigányságért, ő példát mutat a cigányoknak, ezt az embert lehet követni, és a cigányok is. Te úgy érzed, most nincs ilyen? Te nem látsz most magad előtt olyan vezetőt, aki a cigány közéletben, aki utána szívesen mennél? Hát megmondom őszintén,
hogy nem. Tehát látok nyilván a cigányok közül is kimagasló embereket, nem minden cigány buta nyilván, tehát, de szerintem olyan megmozdulás még nem volt, ami tényleg kicsit kizökkentette volna a cigányokat. Márpedig azt be kell látni, hogy a cigányok legjobban kire hallgatnak a cigányokra. Nyilván ezért is vannak megyénként ezek a cigányvajdák. Nyilván be kell látni. Ennek még működik egyébként? Ennek még van erejük még? Vagy van ráhatásuk az adott közösségre? Mert sokfélét hallottam, voltak ezt mondta, hogy semmi, voltak ezt mondta, hogy még van, még hogy bíráskodnak lényegében. Hát én úgy gondolom, hogy még mindig van rá valamilyen szinten igény, bár nem akkora, mint mondjuk ezelőtt, de ők mindig kihangsúlyozták azt, hogy nekik az a feladatuk, hogy a cigányokon majd segítsenek, vagy hogy felzárkóztassák őket. Hát tegyük hozzá, hogy nem akarom megbántani egyiküket sem, de ha megnézzünk az interneten egy mondjuk egy videót egy cigányvajdáról, nem feltétlenül az fog az eszünkbe jutni, hogy ő milyen intelligens ember. Tehát szerintem egy olyan ember segítsen a cigányokon, akinek kellő rálátása van az egész dologra, tudja azt, hogy mi lehet a megoldás, vagy hogy mi a hiba. Mert addig, ameddig a hibákat nem látjuk be, hogy tényleg a cigányoknak a legalább a 70%-a buta, tényleg az iskolában nem tudnak helytállni, de a munkában sem, nem az a fő cél, hogy dolgozzanak, hanem inkább az, hogy minél több gyerek szülessen, addig ezeket, ha nem látjuk be, nem lesz változás. Ezt be kell látni. Amikor ezeket mondod, akkor nem gondolod, hogy esetleg most akik néz bennünket, most mondjuk cigány származású, azt te magad is megsérted ezzel? Vagy, hát, hogyha meg kell őket sérteni, akkor megsértem őket, mert lássák be azt, hogy igen, van még hova fejlődni, nem vagyunk, és a cigányok nincsenek egy szinten a teljes mértékben a magyarokkal, nyilván nem származásilag, hanem tudásilag. Tehát nyilván vannak a cigányok között is kiemelkedő emberek, de jóval kevesebb, mint mondjuk egy magyarnál. De ez egyértelmű. És ezen változtatni kell, és nem úgy lehet majd változtatni, hogy sajnáljuk a cigányokat, mert hogy ők hátrányos helyzetűek. Persze, sajnálni kell őket, de abból ki kell törni. Ugyanúgy van a magyarok között is hátrányos helyzetű, bár hozzáteszem, hogy ugyanúgy van a magyarok között is olyan ember, aki nem tud viselkedni, aki ugyanúgy link, stb. Tehát nyilván ez nem cigányság kérdése, de az nyilván a cigányságban ez jobban előfordul, mint mondjuk a magyarnál. Ugye a családban, ahogy beszéltünk, félig cigány, félig magyar származású voltál, de mi voltam mondjuk a baráti körödben? Tehát, hogy főképpen cigány gyerekekkel barátkoztál, vagy magyar gyerekekkel, vagy vegyesen, akár általános, akár középiskolás korodban, tehát a baráti körödet hogyan írnád le? Hát nagy részében inkább magyarok voltak, de volt közöttük egy-két cigány is. Bár nyilván azért is, mert az osztálytársaim között egyébként úgy kezdtük az osztályt, hogy fele-fele arányban, de később a cigány gyerekek azok vagy lebuktak, vagy kidobták őket, tehát amikor mondjuk elvégeztem a középiskolát, akkor talán én voltam az egyetlen, vagy talán még rajtam kívül volt egy cigány származású gyerek. De egyébként a baráti társaságomban soha nem éreztem azt, hogy én más lennék mondjuk, mint ők. Tehát a baráti társaságodban elfogadtak téged? Persze, mindig próbáltam olyanokkal barátkozni, akik tényleg olyanok, hát ha megtudtam, hogy valaki cigányozik a hátam mögött, akkor utána azzal nem foglalkoztam. Volt ilyen. És akkor mit csináltál? Megmondom őszintén, hogy úgy voltam vele, hogy ha ez az ember nem fogja fel észre, hogy nem azért kell engem megvetni, mert cigány vagyok, hanem amilyen ember vagyok. Ha rossz ember vagyok, akkor nyugodtan vessen meg, de nyilván nem emiatt. Ha emiatt vett meg, akkor nem foglalkozom vele. Nem fogom neki, vagy nem fogok eljárni azért, hogy figyelj, te miért cigányozol folyamatosan. Nyilván hát, hogy volt rá példa egyszer vagy kétszer, de az ilyen embernek felesleges mondani. Okos, engedj, szamár szemben. És hogy állsz egyébként így, amikor mondjuk megismerkedsz emberekkel, akkor ezek a korábbi élményeid, ezek gyanakóvá tettek? Tehát, hogy vagy könnyen meg tudsz bízni emberekbe, vagy mindig az esetleg fölmerül benned, hogy most mit fog szólni, hogyha megtudja, hogy én félig cigány származású vagyok. Van-e benned ilyen jellegű gyanú, vagy azért aggodalom? Valamilyen szinten azért az látszik rajtam, hogy nem vagyok teljesen magyar, vagy hogy van bennem egy félvérség, de szerintem az az ember, aki egyébként szimpatikusan, normálisan áll hozzám, már az elején, azzal nem lesz probléma. De te egyébként, amikor valamilyen emberrel kapcsolatba kerülsz, akkor azért ez átfut az agyadon, hogy most nekem mi lesz velem, hogyha, vagy mi lesz a beszélgetésen, hogyha mondjuk ő mondjuk esetleg ez nem tolerálja, vagy nem tetszik neki. Nem, szokott ilyen aggodalom lenni, vagy nyitottabban? Nyitott bele? Vagyok, persze. Gondolom, hogy aki leül velem 5 percet beszélgetni, az rá fog arra jönni, hogy nem vagyok tipikus az a cigány, mint mondjuk azok a cigányok, mondjuk, akiket tényleg megvetnek, vagy akiket meg is lehet vetni. Tehát
ha 5 percet leül velem beszélgetni, és azután is úgy gondolja, akkor gondolja is úgy. Ilyen alapon vagyok. Tehát nincs ilyen félelmem egyáltalán. És hogyan kezeltek téged mondjuk a cigány barátaid, vagy mondjuk a településen, ahol éltetek, azok a cigány emberek, akik mondjuk nem tudtak kiemelkedni a saját helyzetükből, és mondjuk azt látták, hogy nézd, a Lucián befogadják a magyarok, szeretik a magyarok, tehát ez nem okozott a másik oldalról gondot neked? Hát igazából olyan gondok voltak, nem konkrétan a közeli társaságomból, de mondjuk a városban, hogy például ültem a buszmegállóban, vártam a buszt, mentem volna Jászent Andrásra, és akkor hát az a szokásom mindig, hogy próbálok mindenhova kicsit hamarabb érkezni, mint hogy később. És egy 10 perccel előtt álltam a buszmegállóban, és oda jött hozzám 2-3-20 év körüli cigány gyerek, hogy hát adjak nekik pénzt. Mondtam nekik, hogy hát nem tudok pénzt adni, annyi pénzem van, hogy a buszra el tudjak menni Jászent Andrásra. Jó, hát akkor adjam oda a telefonomat. Hát mondom, a telefonomat nem fogom odaadni, hát akkor jó. Nézik a cipőmet, milyen zokni van rajtam, és akkor az egyik megszólalt, hogy azért nem adsz pénzt nekünk, mert hogy mi cigányok vagyunk. És akkor elnevettem magam, hogy hát ne haragudj, de én is vagyok ugyanannyira cigány, mint amennyire te. És akkor egy valamilyen szinten mázlin volt, mert ezt felfogták, és úgy voltak vele, hogy jó, akkor hagyjuk. De egyébként a másik oldalról is volt hasonló példám, mondjuk tegyük fel Jászent Andráson. Nekem ott sokszor félelem volt kimenni a buszmegállóban, mert voltak olyan idősebb gyerekek, akik nem mentek arrébb nekem a járdán, tehát levállaltak folyamatosan. Tegyük hozzá, hogy azoknak a gyerekeinek a szüleit, a én nagyszüleim tanították, és még ugyanúgy is folyamatosan csak azt hallottam a hátam mögött, amikor levállaltak, hogy retkes cigány. Tehát ezek az emberek sokszor súroló bakancsokba jártak, skinheadek voltak, hát féltem. Nyilván sokkal idősebbek voltak tőlem, én voltam mondjuk akkor 14 éves, ők meg volt 20-22, most nyilván nem fogok eléjük állni, hogy hát miért bántatok engem azért, amiről nem tehetek. Igazából muszájak voltunk ezt eltűrni. Nyilván a szüleim, anyukám felhívta a szüleiket, hogy hát azért ezt hogy képzelik. A szülők nem is tudtak róla. Vagy lehet, hogy ugyanígy gondolták egyébként, mint a gyerekek. És szüleiddel most milyen a kapcsolatod? Mennyire, ugye most már Budapesten élsz? Igen. Hol tanulsz, azt megkérdezhetem? Persze, a Metropolitan Egyetemen tanulok, mint gazdálkodás és menedzsment szakon. Itt lakom már Pesten körülbelül 3 éve. Egyébként, ugye, ahogy mondtam, jászapáti származású vagyok. És a szüleiddel milyen a kapcsolatod? Ők, hogy gondolom büszkék arra, hogy te most tanulsz, főiskolára jársz? Hát apukám nyilván ő nagyon büszke, tehát nálunk a családból apukám részéről nem sok mindenki kerül mondjuk egyetemre, vagy akár talán még a középiskolát sem mindenki végzi el. De anyukám részéről viszont teljesen természetes, mivel az ő nagyszüleim, mondom, tanárok voltak, anyukám is főiskolát végzett, egyébként a családban szinte mindenki, szóval ez természetes. Persze, van 2 nővérem, akik egyébként apukám részéről, tehát féltestvéreim, de úgy tekintek rájuk, mintha teljes lenne. Igen. És ha már itt a privát életedről beszélgettünk, nem tudom, hogy a magánéletedről kérdezhetek-e? Persze, nyugodtan. Az érdekelne, hogy mondjuk amikor már úgy az ember kamaszodik és elkezd úgy nézelődni maga körül, akkor te merre nézelődtél? Számított-e például, amikor mondjuk barátnő valakit megtetszett és kerestél egy barátnőt, akkor ez számított-e neked, hogy mondjuk cigány vagy magyar, vagy ez ugyanúgy ott sem került elő ez a ez konkrétan kérdés. Nem volt soha ilyen kritériumom, hogy cigány legyen vagy magyar, bár ez eddigi barátnőim magyarok voltak. Magyar barátnő. Igen. És ők, náluk volt-e bármilyen jellegű dolog, amikor mondjuk, tehát ők nyilván, hogyha barátnői volt, akkor elfogadtak téged, olyannak, amilyen vagy. De mondjuk volt-e az ő szüleik részéről kellemetlen élményed? Hát megmondom őszintén, hogy 2 komolyabb kapcsolatom volt idáig, és mind a 2 kapcsolatomnál ez előjött. Az elsőnél kevésbé, de ott is szóvá tették. Hogyan? Hát, hogy nem örülnek annak, hogy mondjuk egy cigány van a családban. Ezt neked mondták, hogy nekem a lány? Soha tehát igazából egyik oldalról sem volt az, hogy közvetlenül, de mivel a lányok engem mindig elfogadtak, tehát hál' Istennek bennük soha nem volt egy ilyen cigányozási probléma,
De a szüleiknél ugye előjött, és a barátnőim mindig mondták nekem, hogy hát sajnos otthon vannak belőle problémák. És akkor te mit éreztél? Hát nem értettem azt, hogy egyáltalán miért mondják ezt. Tehát miért nem fogadnak el? Leültek velem beszélgetni, látják rajtam, hogy értelmes vagyok, sőt még mondják is. Akkor miért kell cigányozni? Nagyon sok olyan példám volt, hogy az utóbbi barátnőm... Mit gondolsz egyébként miért? Tehát, hogy miért érezték ezt a szülők? Hát, hogyha miután megismertek a személyiségedet, az emberi oldaladat, utána is úgy érezted, hogy megmaradt ez a fajta tartás veled kapcsolatban? Hát az első barátnőmnél kevésbé. Tehát egy idő után ott valamilyen szinten sikerült összebarátkozni a szülőkkel. A második, egyébként az utóbbi barátnőmnél, őnál tényleg az volt, hogy mondták azt, hogy igen, intelligens srác a Lucián, meg jó gyerek, de nem szeretnék azt, hogy egy cigány legyen a családban. Konkrétan nekem ezt nem mondták soha személyesen, de a barátnőmnek igen, és ugye a barátnőm nekem ezt elmondta. És voltak olyanok, hogy azt mondták, hogy nem szeretnék, hogyha majd esetleg úgy alakul, hogy majd az unokák úgy nézzenek ki, mondjuk, mint a cigányok. Tehát ebből óriási nagy problémák voltak, és megmondom őszintén, hogy például a legutóbbi kapcsolatomat 70%-ban ezt tette tönkre. Hogy nyilván ez egy óriási feszültséget okoz, hogy konkrétan nem mehetek úgy hozzájuk olyan szinten, mint mondjuk ő hozzám. Persze mehetek, de kellemetlen. De hogy úgy kellett menned, amikor nem voltak otthon a szülei, vagy nem annyira kedvesen álltak hozzád, vagy miben nyilvánult meg ez? Maga az érzés az, hogy tudom azt, hogy mit gondol rólam, az maga egy nagyon rossz érzés volt. De ez nem került szóba. Tehát ez úgy gondolom, te nem akartad szóba hozni, ők nem hozták szóba, ez valahol ott így lebegett a levegőbe, de nem volt kimondva. Persze, hát én is próbáltam mindig olyankor menni egyébként, amikor ugye nem volt ott senki, vagy inkább ő jött hozzám. De tényleg ez egy akkora konfliktus volt. Ez Budapest, igen. Végül ez lett a legfőbb oka annak, hogy szakítottunk. Mert nyilván a lány is akarta a szüleivel jó kapcsolatot ápolni, azt szerette volna, hogy elfogadják a párját, és hogyha azért nem fogadják el, mert cigány, és ezen nem lehet változtatni, akkor sajnos ez nem lesz egy jó kapcsolat. És hát végül is ez lett a legfőbb oka, hogy vége lett. Uh-huh. Ha mondjuk az interjú után sétálsz hazafelé, és szembe jön veled egy cigány lány, akibe első látásra beleszeretsz, akkor nyitott vagy arra, hogy... Tehát, hogy van egy ilyen opció is a számodra, hogy cigány lányt veszel el? Persze, tehát... Vagy hogy cigány lány lesz a barátnőd, a párod? Tehát nincs benne semmiféle jegyében. Egyáltalán, felül mehet aztán... Olasz lehet, van különbség lehet, egyébként? Igen. Van különbség szerinted? Tehát, hogy te ezek sztereotípiák, és én nem nagyon szeretem azt, hogyha persze általánosítunk, de hogy szerinted mondjuk egy cigánylány és egy magyar lány között van különbség? Hát így általában beszélünk persze. Konkrétan, hát a természetükben nyilván van. Tehát azért a cigánylányoknak, mivel nem olyan családi körben nőttek fel mondjuk, mint a magyarok, nyilván másabbak a viselkedéseik. Vannak egyébként olyan intelligens cigánylányok, azt be kell látni, tapasztaltam is már, de nyilván úgy, ahogy a cigányoknak is talán a nagy része, hát ha nem is azt mondom, hogy buta, de nem az intelligenciájukról híresek, így sajnos ugyanúgy a lányok is. Tehát nyilván sokkal nehezebben találni, úgy gondolom, egy intelligens cigánylányt saját magamhoz mondjuk, mint egy magyart. Ez a véleményem, de egyébként egyáltalán nem zárkózom el attól, hogy cigány vagy magyar, tehát persze. Nincs ilyen probléma. Uh-huh. Az egyetemen vannak egyébként évfolyamtársaid, akik cigány származásúak? Hát az igazat megmondva nem tudok róla. Hogyha van is, akkor elnézést kérek tőlük, hogyha esetleg nem tudom. De ja, nem kell ezt számon tartani, csak hogy esetleg... Nem. Igazából az egyetemen ott nagyon sok nemzetiség van, tehát ott van arab, kínai, és az, hogy konkrétan cigány van-e, én nem találkoztam vele. De hogyha van, akkor... Mert ugye ez egy évek, vagy most már évtizedek óta tartó feladat így a társadalomon, hogy minél több cigány gyermek jusson el az egyetemig, a diplomáig, a főiskoláig. És erre lettem volna kíváncsi, hogy neked ez ügyben milyen tapasztalataid van. Attól tudok olyanokról, akik egyetemre járnak, sőt, tehát okosak, tanultak, de nyilván ez jóval kevesebb, mint mondjuk egy magyarnál. Valaki elvégzi az egyetemet, mondjuk te elvégzed az egyetemet, és elmegy állást keresni ma Magyarországon. Nagyon sokszor hallom azt, hogy azt mondják cigány emberek, akár egyébként diplomásan, akár szakmával, hogy hát nem fogják őket fölvenni, mert cigány származásúak. Sajnos, szerinted ez létező probléma? Igen, ez létező. Tehát ez még most is, amikor már alig van
munkaerő szinte? Persze, tehát az én sógorom vendéglátásban dolgozik, és nagyon sokszor mesélte azt, hogy amikor ő ment állásinterjúkra, hívták őt telefonon, persze, gyere be, és akkor várunk, és amikor bement, akkor meg már azt mondták, hogy köszönjük, de betelt a pozíció. Na most nyilván, hogyha betelt, akkor minek hívják be? Tehát ez egyértelmű. Amikor meglátták, hogy cigány, akkor gondolták azt, hogy cigány nem kell, mondjuk oda. Te is dolgoztál egyetem mellett, vagy dolgozol egyetem mellett, ha jól tudom. Igen, igen. Hát először én is vendéglátóztam, de viszont a vendéglátás és az egyetem nem volt összehangolható. Tehát egymás rovására ment, utána úgy döntöttem, hogy a vendéglátást azt ott hagyom, próbálok egy olyan munkát találni, ami az egyetemhez közelibb, vagy összehangolható. És utána, mint diák munkásként én egy évig dolgoztam egy multinál, és pont most szeptemberben szűnt meg a munkaviszonyom, azáltal, hogy én egy évet passziváltattam az iskolába, és átváltottam most nappaliról levelezőire, hogy majd tudjak később dolgozni, és meg egyben az iskolát is el tudjam végezni. Te tapasztaltál egyébként ilyen hozzáállást a munkaadó részéről, hogy mondjuk azt mondták, hogy na hát a Lucián az egy cigány gyerek, akkor ő nekünk nem kell? Hát konkrétan olyat nem tapasztaltam, de olyat tapasztaltam sokszor, amikor rosszul kellett éreznem magam azért, amikor mondjuk a főnök azt mondta, hogy hát persze, hát mert cigány, vagy mondjuk esetleg... Mondta neked? Hallottam, vagy hallottad? Hogy, igen, igen. Tehát ez sokszor előjön. De soha nem a szemembe, tehát a szemembe nem nagyon szokták mondani, hogy már pedig ez azért van, mert te cigány vagy. És mit gondolsz a másik oldalról? Mert ugye nagyon sok munkáltató meg azt mondja, és nekik is megvan a maguk igazsága ebbe bizonyára, hogy nagyon rossz tapasztalataik vannak. Hogy amikor fölvesznek egy cigány embert, akkor az nem jelenik meg pontosan a reggel, amikor meg kéne, nem úgy végzi a munkáját, ahogy ő elvárná. Tehát, hogy ez valós. Ez valós tapasztalat. Persze, ugyanúgy, mint az iskolában sem tudnak viselkedni nagyon sok cigány gyerek. Tehát ugyanúgy, ha elmennek dolgozni, valószínűleg már az is nagy csoda, hogyha elmennek. Ott sem fog biztos, hogy normális munkát végezni, de az már egy előrehaladás, ha elmegy dolgozni, és nem azt várja, hogy majd a gyerekek utáni családi pótlék, meg a segély után majd ők meggazdagszanak. Mert sajnos a cigányoknak a nagy része talán még azt sem tudja, hogy az az életnek a rendje, hogy reggel felkelünk, elmegyünk dolgozni, este hazajövünk, és talán a hónap végén, vagy a hét végén megkapjuk a fizetést. És ez egy... Sok esetben azt látom vidéken, hogy heti szinten fizetnek embereknek, inkább már nem havonta, ugye? Hogy hát ez, persze, ez nyilván azok az emberek, akik nem bejelentett munkaként, vagy munkásként dolgoznak, hanem, vagy elmennek egy építkezésre dolgozni, ott nem havi szinten fizetnek nekik, hanem igazából heti szinten, mert az sem biztos, hogy ez egy hónapot végig dolgozza. Mi a terved, hogyha az egyetemmel végeztél? Mi leszel, ha nagy leszel, és egyáltalán Magyarországon, vagy külföldön tervezed a jövődet? Hát ugye alapjáraton majd, hogyha elvégzem az egyetemet, akkor egy közgazdász diplomát fogok kapni. Szeretnék gazdasági területen elhelyezkedni. Úgy gondolom, hogy legfőképp Magyarországon, tehát itt érzem itthon magam, itt is szeretném. De nyilván, hogyha kapok egy nagyon jó ajánlatot, egy visszautasíthatatlan ajánlatot mondjuk külföldön, akkor azért fogok rajta gondolkozni, hogy kimenjek-e vagy sem. Uh-huh. És érzel magadban egyébként felelősséget, ilyen társadalmi felelősséget, hogy valamit tegyél azokkal a problémákkal vagy kérdésekkel kapcsolatban, amiről most itt beszéltünk, tehát a magyar cigány együttélés kapcsán? Mert mondtad, hogy nem nagyon látsz vezetőket, és hogy nem nagyon lehet most bárkit követni. Te érzel magadban egyébként ilyen jellegű hivatást, tudatot vagy felelősséget? Persze, persze. Hát én úgy gondolom, most nyilván nem saját magamat akarom hajrázni, de ha több ilyen ember lenne mondjuk, mint mondjuk én vagyok, aki úgy látná a dolgokat, hogy reálisan, akkor nyilván úgy lehetne változtatni. És érzek felelősséget nyilván azért, hogy majd később, ha tudok, akkor segítsek ezzel. Mit tanácsolnál mondjuk a cigány embereknek? Mit tegyenek ők azért, hogy ez a helyzet megváltozzon? Hát legfőképp azt, hogy lássák be azt, hogy van hova fejlődni. És ne azt gondolják, hogy ők cigányok, és akkor minden azért rossz körülöttük, hanem azért, amilyen a hozzáállásuk. Mert nem azért rossz minden körülöttük, mert ők cigányok. Ha úgy állnak a dolgokhoz, ahogyan hozzá kell, akkor ugyanúgy sikerre vihetik az életüket, mint mondjuk egy magyar.
Persze, nyilván egy cigánynak egyébként hozzáteszem, sokszor dupla annyit kell teljesíteni, hogy elfogadják, mondjuk, mint egy magyarnak, de el lehet. Tehát el lehet érni azt a szintet, úgy gondolom. És mit mondanál a magyar embereknek? A magyar embereknek meg azt, hogy adja meg az esélyt mindenkinek, és először ne ítélkezzen, hanem majd utána ítélkezzen, ha megismerte azt az embert. Tehát ne az alapján ítélkezzen, hogy cigány, hanem először ismerje meg. És mit kérdeznél tőlem, vagy mit mondanál nekem? Ha már eddig én kérdezgettem, bár... Hát igazából gondolkodtam nyugodtan ezen. Kérdezhet. Igen. Hogy, te is tőlem, hogyha van kérdés. Hogy mit kérdezzek? Hát szerintem a legfontosabb kérdésem az az lenne, hogy szerinted, hogyha megszületik egy kisgyerek, csecsemő, és az egyik magyar, a másik cigánynak születik, akkor a csecsemő korukban van-e különbség a kettő között? Azért, mert az egyik magyar, a másik meg cigány. Szerintem nincs természetesen különbség. Tehát ilyen értelemben tényleg minden élet egyenlő, és mindenkinek, ahogy bontad, meg kell adni az egyenlő esélyt. Ami inkább bennem kérdés, az az, hogy a szülő részéről. Tehát nagyon sokszor láttam azt, hogy nem az a szándék az adott család részéről, és többségében cigány családok részéről láttam ezt sajnos, hogy születik majd a gyerek, akit fölnevelünk, és a legjobbat megpróbáljuk kihozni belőle, hanem azért született meg az a gyerek, és lehet, hogy már nem a harmadik, hanem a hetedik vagy a nyolcadik, mert ezáltal nő a szociális juttatás, a segély. És én azt gondolom, hogy ez egy rossz üzenet. A két csecsemő egyenlő. De az a környezet, ami körülveszi őket, az nem mindig egyenlő sajnos. És nem erről is beszélni kell. Igen, szerintem is így van. Tehát amikor a megszületik két gyerek, szerintem is nyilván egyenlő, de a neveltetés, mondjuk a magyaroknál, meg a cigányoknál teljesen más. Az nem egyenlő. Tehát nem ugyanaz a színvonal, sőt, nem mondom, hogy minden magyar tudja, hogy hogyan kell felnevelni a gyereket, nagyon sokan nem tudják, ugyanúgy születik a magyarok között is, vagy nem feszi, születik, ugyanúgy lesz a magyarok között is, ugyanolyan viselkedésű, mint a cigányok között, tehát rossz viselkedésű, de ugyanúgy születik fordítva is. Tehát nyilván be kell látni, hogy a cigányoknak a nagy része nem tudja azt sem, hogy hogyan kell felnevelni egy gyereket. Mert hogyha tudná, akkor nem szülne 3-4 gyereket, úgymond a semmiben meg a nyomorba. Igazából a cigányoknak szerintem azt kellene megtanulni, hogy hogyan kell egy gyereket normálisan felnevelni, és utána igazából a többit. Tehát nem az iskola a legfontosabb, hanem igazából az életre legyen egy jó rálátása. És hogyha ez megvan, akkor nyilván a többi is majd jön magától. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon örülök, hogy tudtunk ezekről a kérdésekről beszélni, és én azt gondolom, hogy a te nézőpontod, a te látáspontod azért nagyon fontos, mert sokszor érzem azt, hogy az egyik oldal is elmondja a maga sérelmeit, és a másik oldal is elmondja a maga sérelmeit, és egy ilyen párhuzamos monológok alakulnak ki, párhuzamosan mindenki elmondja magáit, de nem kerülünk közelebb a megoldáshoz, mert mindenki bezárkózik a maga sérelmei mögé, és mindenkinek vannak sérelmei. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar embereknek is nagyon sok olyan sérelmük van a cigánsággal szemben, vagy a cigánság egy részével szemben, ami jogos, és ugyanúgy a másik oldalon is megvannak a jogos sérelmek. De ha csak ezeket újra és újra fölmondjuk, én ebben éltem sokáig, tehát hogy az egyik oldalról, akkor ezzel nem nagyon megyünk előre. És szerintem most már eltelt annyi idő, hogy megpróbáljunk pozitív példákat találni, pozitív példákat fölmutatni, és ezeket a pozitív példákat valóban példává tenni, mintává tenni, amit lehet követni. És én azt gondolom, hogy te bár még az életednek az elején vagy, és még nagyon sok minden vár rád, de hogy azt gondolom, hogy te egy ilyen lehetőség vagy. Köszönöm. És én azért örültem, hogy tudtunk beszélni, mert ha számít bármit is, amit én mondok neked, én arra kérlek, meg arra bátorítolok, hogy ezt vállalt föl, szükség van az ilyen jellegű szavakra, mert te valószínűleg a Jóisten akaratából, meg a szüleid akaratából mind a kétféle hitelesen tudsz szólni. És szerintem ez tehát hidat tudsz képezni, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt valaki megtegye, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan alakul az életed, de én erre bátorítolak téged. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, és bármikor, amikor úgy érzed, hogy olyan helyzetbe kerülsz, vagy olyan pontra az életedben, ami ez ügyben fontos, akkor rám számíthatsz, én igyekszem majd segíteni. Köszönöm szépen.